tisztelettel köszöntöm az Évgyűrűk valamennyi kedves nézőjét. Elérkeztünk a harmadik adáshoz, és köszöntöm meghívott vendégeinket. Szilágyiné Tóth Erzsébet idősügyi szakértőt, aki rendszeresen részt vesz műsorunkban, és Kis Szabolcs intézmény vezetőt. Köszönöm, hogy elfogadták megkívásokat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, mai műsorunkban a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és nem véletlen Puskázokra hosszú név miatt gyermekjóléti intézmény bemutatására szeretnénk rátérni. Városunkban a szociális ellátásnak ugye nagy múltja van, és hát mint állandó vendégünket szeretném megkérdezni, hogy foglalja össze néhány mondatban a nézők számára, hogy milyen is a szociális ellátás így Gyulán. Gyulaváros szociális ellátása rendkívül kiterjedt, és hosszú múltra tekint vissza, hiszen már a 60-as években, pontosan 1967-ben hozták létre az első öregek napközi otthonát, és ez az országos képhez képest egész jó volt, és időben történt. Tehát a Németvárosi Idősek Klubja, ma már így hívjuk, 1967-ben alakult meg, és ezt követték sorban az öregek napközi otthonai, így van a számozások is, tehát a Mária falvi, a Temesvári úti, a Galamb utcai idősek klubjai, illetve akkori öregek napközi otthonai a 70-es évek közepéig jöttek létre, majd a Kálvin utcában, és Gyulaváriban is kialakították akkor 30 fővel az öregek napközi otthonát. Már az idősek klubja néven elnevezett klubok később jöttek létre. A 90-es évek elején a Cinkapanna utcában található 7-es számú idősek klubja, illetve a Csokonai utcai 8-as számú idősek klubja. Ezért fordulót követően még két nappali ellátást nyújtó intézmény hoztunk létre, az egyik a Törökszókban, a másik pedig a Béketéren működik. Ezek az intézmények akkoriban, el kell mondani, hogy jelentősebb törvényi szabályozás nélkül működtek, hiszen az idősek klubjára vonatkozó szabályozás majd 75-ben jött létre, és ugyancsak 76-ban a házi segítségnyújtás szabályozása, akkor ezt házi gondozásnak hívták, tehát arra mutat, hogy a 70-es évek közepén már Gyula városa rendelkezett idősek nappali ellátásával, tehát az öregek napközi otthonában rendelkezett házi gondozással, a mai házi segítségnyújtással, és bevezették a szociális étkeztetést is, amit tulajdonképpen 76-ban szabályoztak. A kitörést jelentette tulajdonképpen az az 1986-os rendelet, egészségügyi miniszteri rendelet, amely már arról szólt, hogy ezeket az ellátásokat valahogyan integrálni kellene. És szorgalmazták a területi gondozási központok létrehozását. Ebben sem késlekedett Gyula, hiszen 1988-ban létrejött a területi szociális gondozási központ, amely az elvárásokhoz hűen már integrálta ezt a három ellátást, amiről már korábban szó volt. Ezek az ellátási formák nagyon érdekes, mert a házi orvosi körzeteknek megfelelően alakultak ki, és ennek nagyon, nagyon jó hatása volt, ugyanis akkor körzeti orvosi körzetekről beszéltünk, tehát a klubban járó idősek ügyeit, illetve a házi gondozásban lévőkét ugyanúgy el tudták látni a szakemberek a saját körzetükbe, és nem kellett a város másik részére menni, tehát a segítés tekintetében ez egy rendkívül jó ötlet volt. És ahogyan átléptem már a 90-es években a nappali ellátások létrehozásában, itt egy hatalmas fejlődésnek lehettünk
lehetünk tanúi, hiszen 1992-ben a Galambóti Idősek Otthona, illetve átmeneti ellátása indult el 29 fővel, és nem sokkal utána, 2 évvel elkezdődött a Szépalkonyi Idősek Otthona építése, és 95-ben az első rész be is fejeződött, akkor ott 24 idős ember tudtak ellátni, és tulajdonképpen a legtöbb változás ehhez az idősek otthonához kapcsolódik, hiszen 98-ban újabb férőhelyekkel bővült a tetőtérben, és 2006-ban a tetőtér teljes beépítése elkészült, és az induláshoz képest már itt 44 idős ember, rászoruló idős ember befogadására képes. Tehát itt már tulajdonképpen a szakosított ellátás és az alapellátás, az akkoriban, ma már alapszolgáltatásról beszélünk, mindkettő megjelent. De tovább lépve az intézmény történetében, 2000-ben az idős ellátáson picikét túllépve a bölcsődéket és az intézményhez csatolták, akkor Városi Szociális Szolgálat volt az elnevezése, és 2001-ben pedig beindult, illetve megkezdte működését a Nyugdíjasok Háza. Ez egy rendkívül családias és modern intézmény, legalábbis 2001-ben az volt, és magas szintű ellátást biztosítanak, az objektív, de szerintem a szubjektív feltételek is. Ugyancsak a 2000-es évek elejére vezetném vissza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítését. Mindig elmondom, mert öröm számunkra, hogy Békés megyében elsőként vezethettük be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, akkor kísérleti szinten 40 készülékkel, ma már 130 készülékünk is van, tehát, de az ellátottak is természetesen többen vannak. De ugyanakkor 2003-ban a támogató szolgálatot, ami a fogyatékossággal élők segítésére jött létre, szintén országos viszonylatban az elsők között valósítottuk meg, ahol a személysegítés és a szállítás kapcsolódik össze. És ezzel, tulajdonképpen ezekkel a fejlesztésekkel elértünk 2006-hoz, ahol még csatlakozott az értelmi fogyatékosok napközi otthona a szociális szolgálathoz, és ettől kezdődően már majd a Gyulai Kistérség szociális intézményéről fogunk beszélni. Tehát így volt a történet. És akkor egy kicsit kitekintünk most a stúdióból, mert hogy néhány héten belül 10 éves az intézmény, és arról kérdeztük Gyulaváros polgármesterét, Görgényi Ernőt, aki az alapításkor a Városképviselőtestület ügyrendi és jogi bizottságának elnökeként tevékenyen részt vett az intézmény megalakításában, hogy hogyan emlékezett vissza a Gyulai Kistérség Egységes Szociális Gyermekjóléti Intézmény létrehozásának ugye céljára, körülményeire, és volt-e az országban követendő példa, esetleg iránymutatás a kistérségek intézmények számára létrehozására, illetve működtetésére, úgyhogy most ez a bejátszás következik. Jelentős máig kiható döntés volt, amit akkor meghoztunk. Addig 2 intézmény működött a városban, amelyik az idősügyi ellátás területén jelentős szolgáltatásokat nyújtott. Egyrészről az az intézmény, amely működtette a bentlakásos intézményeket és az idős klubokat, másrészt pedig az intézmény, amelyik családsegítő központként volt elsősorban ismert, és amelyik a különféle ellátási formákat biztosította a családok és a nyugdíjasok részére. Egy olyan finanszírozási helyzetet hozott létre az akkori kormány, amellyel arra ösztönözte a településeket, hogy kistérségi szinten közös intézményeket alkotva folytassák tovább a szociális tevékenységet. Ezért aztán a Gyula és környéke több célú kistérségi társulás tagtelepüléseivel egy közös kistérségi intézményt hoztunk létre, amelynek Szilágyi Tóth Erzsébetet választottuk meg egyhangúan és konszenzussal a vezetőjének, és utólag az élet is bizonyította, hogy nagyon jó döntést hoztunk, hiszen ő egy meghatározó, kitűnő vezetője volt ennek az immár az egész kistérségre kiterjedő hálózat intézményrendszernek. Ennek a döntésnek szakmai oldalról megközelítve is számos pozitív kihatását lehet felsorolni.
Biztos mindenki ismeri azokat a történeteket szerencsére a médiából, amikor valamilyen tragédia történik, mert a különféle intézmények és hatóságok elbeszélnek egymás mellett, mert bár ismerik többen az adott embernek a problémáját, de mégsem segítenek, mert azt mondják, hogy hát az én hatásköröm oda már nem terjed ki, jaj, az nem az én feladatom, az a másiké, kvázi pingpongoznak, futballoznak a problémával, és akkor egy csecsemő esetleg meghal, vagy egy nyugdíjas megfagy. Szerencsére csak a médiából ismerjük így Gyulán, azonban ez azért is van így, mert Gyulán ilyen nem történhetett, mert egy olyan intézményrendszert hoztunk létre, ahol az információk áramlásának megteremtettük a lehetőségét. Megadtuk annak a lehetőségét, hogy egy egységes intézményben, mind mondjuk egy bentlakásos intézmény oldaláról, mind egy nappali ellátás oldaláról, mind adott esetben pénzügyi támogatás oldaláról ugyanazt a problémát egy integrált rendszer meg tudjuk közelíteni. Így ezek a szakemberek egy közösséghez tartoznak, ezek az érintett szakemberek egy vezető alá tartoznak, és ezért az embereknek az ügyeit gyakorlatilag így közösen, csoportban, ha úgy tetszik, csapatban tudják intézni, ezért lecsökkentettük annak a veszélyét, hogy elsikkadjanak problémák, lecsökkentettük annak a veszélyét, hogy emberek, akik jogosultak egy ellátásra, ne jussanak hozzá az ellátáshoz, mert így ebben a rendszerben gyakorlatilag mindenkit látnak a kollégák, így aztán mindenkinek érzékelni tudják a gondjait, és hogyha van rá lehetőség, akkor segíteni tudnak. Milyen szervezeti struktúrával indult ez az intézmény? Tehát nem volt példa az intézmény létrehozására. Szakemberek összedugtuk a fejünket, és valahogyan a legjobbat szerettük volna kihozni, hiszen itt már nem Gyuláról volt egyértelműen szó, hiszen 2007. január 1-től a Gyulai Kistérség több célú kistérségi társulás lett a fenntartó, és ez a társulás magába foglalta, tehát Gyulaváros szociális ellátásán kívül, mint fenntartó, Elek, két egyháza, Lőkösháza szociális ellátását, illetve akkor a kezdetekkor ide tartozott Szabadkígyós, és részfeladatokkal Újkígyós is, tehát ha jól emlékszem, 24 telephelyen dolgoztunk induláskor, amely a későbbiekben természetesen változott. Ebben a rendszerben, tehát arra törekedtünk, hogy mindenképpen átlátható legyen, hisz az első időszakban és a kialakulásakor is nem láttam lehetőséget arra, hogy a biztonságos működés mindenképpen megvalósítható. És természetesen, amikor ezt részekre bontottuk, és megnéztük azt, hogy Gyula városában hogyan működtetjük mi a szociális ellátórendszert, ugyanúgy annak a képére formálva vidéken is kialakítottuk, és egy-egy koordinátor indult ki Gyuláról a bizonyos szakterületekről. Tehát ez azért volt fontos, tehát erről gondoskodni, mert ahogyan említettem, az átláthatóság. És ha nem átlátható egy intézmény, akkor rendkívül nagy zavar keletkezik. És ennek elkerülése véget valahogyan így oldottuk meg. És történtek-e változások kistérségi feladatellátás kezdeti és későbbi időszakához képest? Természetesen történtek változások, nem csak Gyulán, hiszen a kis településeken is felül kellett vizsgálnunk, hogy milyen szolgáltatásokkal rendelkeznek, és melyek azok, amelyekkel nem. Mindenképpen biztosítanunk kellett az esélyt minden időskorú, vagy éppen fogyatékossággal élő számára, ahogy hozzáférhetővé váljanak a bizonyos szolgáltatások. Ezek a szolgáltatások a későbbiekben a kis településeken, mivel egyenlő esély is biztosítva lett, ugyanakkor mi szélesebb körű ellátási skálával indultunk ki, mindezek ott is megvalósultak. És
Visszalépések is történtek, természetesen a kistérségi társulásból történő kilépés során. Szabad Kígyós 2008-ban, illetve Új Kígyós kilépett a gyulai több célú kistérségi társulásból, így a feladatellátást is megszüntettük. És ahogy említettem, ezeket a változásokat azért igyekeztünk úgy megoldani, hogy az idősek, a rászorulók semmiképpen se érezzék ennek a negatív hatását, hanem inkább a pozitív hatását, a többletet. Kicsit rátérve akkor a jelenre intézményvezető úrhoz, hogy hol tart most maga az intézmény, milyen irányba mozdultak el az időtállátás feladatai, szakosított ellátások, az alapszolgáltatások és a családsegítés területén. Összességében azt mondhatom el, hogy korábbi igazgatóasszonyunktól egyébként mi egy nagyon jól felépített, szakmailag erős intézményt kaptunk, tehát hogy szinte sok dolgunk nem is volt ezzel az intézménnyel, vagy nincs is ezzel az intézménnyel. Elsősorban ugye nekünk arra kell odafigyelni, hogy a jogszabályi változásoknak ugye folyamatosan megfeleljünk, és ezeket a jogszabályi változásokat úgy ültessük át egy szakmai gyakorlatba, hogy ezeket az ellátottjaink, a hozzánk forduló kliensek ugye ezt ne érezzék meg, és ugye ebből csak a jót tapasztalják, ugye bármi történik körülöttünk. Na most ugye az intézmény, ahogy igazgatóasszonyunk említette, ugye a sok-sok területtel foglalkozik az idős ellátáson túl is, ugye említette igazgatóasszony a bölcsödét, minden mellett van a család és gyermekköveti szolgálat, család és gyermekköveti központ, amit például 2016 évben kellett létrehoznunk, közösségi szolgáltatások vannak még ezen felül, tanyagondnoki szolgálat, ami az idősökhez kapcsolódóan ugyanúgy rengeteg segítséget nyújt a külterületen élő idősek részére. Ezt magam is bizonyíthatom, mert ugye jó magam is emellett dolgoztam közel 10 éven keresztül, és ugye mind az alapszolgáltatások tekintetében ugye az idős nappali ellátáson túl ugye van a demens ellátás, a fogyatékos, a pszichiátriai betegeknek a nappali ellátása, a szociális étkeztetés, tehát ez egy olyan nagy összességében ez az intézmény ezekkel a dolgokkal, ami azt mondom, hogy próbálunk mindenkihez minden esetben elérni, vagy a segítségnyújtást megadni. És ugye, hogyha a jogszabályi változásokat nézzük, akkor 2016-ban egyébként az egész úgy indult, hogy jogszabályi kötelezettség alapján ugyebár a családsegítő központokat és a gyermekjóléti szolgálatokat ugye egybevonták, ez alapján létrehoztuk a család és gyermekjóléti szolgálatot, és ugye járásszékhely tekintetében meg kellett alapítani a család és gyermekjóléti központot, ahol egyébként ugye a hatósági ügyekkel foglalkoznak a kollégák. Helyi sajátosságként ugye az önkormányzattal egyeztetve hoztuk azt létre, hogy az idősek nappali ellátása tekintetében, ugye tudjuk azt, hogy Gyula városa ugye kerületileg nagyon jól tagolható, ahogy igazgatóasszony is elmondta, ugye szinte minden kerületben van egy idősek klubja, ahol az ott élők ugyebár mi általunk nyújtott szolgáltatásokat ugye a lakóhelyükhez közel elérhetik, és ezen felbuzdulva jött létre az a rendszer, hogy most jelenleg családsegítő kollégákhoz is klubok vannak kitagolva, ami azt jelenti, hogy magát a családsegítést, vagy úgymond szociális munkásnak a segítségét is a klubon belül könnyedén elérhetik az ott a környéken élők, és egyébként ezt igénybe is veszik az ellátottjaink. Mindemellett ugye, ami a család és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó, ugye a Tesco-nál ugye van például egy élelmiszermentő programunk, és ez nem csak a családsegítőbe jut el, ez a Tesco által adományozott élelmiszer, hanem az idősek klubjaiba is eljuttatjuk Gyula városában. Ugye az előző műsorokban, még ha jól emlékszem, az első műsorban hangzott el ugye az intézménynek a fejlesztése, és az intézmény fejlesztésén belül ugye ott az önkormányzat, én azt mondom, hogy ebből igencsak kiveszi a nagyja munkát, mint hogyha azt nézzük, hogy a tárgyi eszközi fejlesztést kapott az intézményünk az idősek ellátása tekintetében, ugye minden egyes klubot még plusz eszközökkel itt az internet eléréstől kezdve az apró ragasztópisztolyig, tehát ami a foglalkoztatáshoz kellenek. A tévék is például. Igen, szép nagy tévék, és ugye a Gyula tévét is nagyon szeretik nézni az idősek. Igen. Ugye ezek szépen fel lettek még pluszba szerelve, minden mellett ugyanakkor ugye az épületek állaga az idő elteltével romlik, ugye, és ennek tekintetében nagyon sok telephelyünkön lettek felújítási munkálatok végezve, pont annak érdekében, hogy a hozzám forduló ellátottak, ugyebár a lehető legnagyobb kényelmet is tudják megkapni, hogyha nálunk töltik el az időjüket.
Igazgatóasszony, ugye meg én is említettem már, hogy nem csak az idősekkel foglalkozunk, ugye a bölcsődei ellátásról is beszélhetek. Például itt is tudom mondani az intézmény felújításokhoz kapcsolódóan, hogy a gyulavári bölcsődében ugyancsak az önkormányzatnak köszönhetően ugye történtek a nyílászárókoknak a cseréi. Most jelenleg például egy csoportszobához egy új ajtó kerül kialakításra, amin a csoportszobák átjárhatósága ugyebár növelhető, és könnyebben megvalósítható. Mindemellett ugye az intézményünk az önkormányzattal közösen nyújtott be toppos pályázatokat, amely toppos pályázatok például az egyik az a központi, ugyebár bent a Törökzugban lévő bölcsödének a fejlesztéséhez kapcsolódik, a másik toppos pályázat pedig a Szivárvány napközi otthonnak a fejlesztése, ez az a korábbi ÉNO, tehát értelmi fogyatékosok napközi otthonának a fejlesztése. Mindemellett, amit érzékelhettek még a hozzánk forduló ellátottak, ugye a legnagyobb változás, és még mindig majd követi majd ezt is, majd változás majd 2017 évben ezt a szegmest, a házi segítségnyújtás. Ugye a házi segítségnyújtásnak a rendszere szigorodott 2016 évben, tehát itt a maga a segítségnyújtási tevékenység két külön ágra vált szét, ugye attól függően, hogy a hozzánk forduló ellátott milyen gondozási szükséglettel rendelkezik egy adott felmérőlap alapján. Értelemszerűen, aki egy óra alatti gondozási szükséglettel rendelkezik a hozzánk fordulótól, ők szociális segítésben részesülhetnek sajnos jelen pillanatban, ellenben aki egy óra feletti gondozási szükséglettel rendelkezik, itt napi gondozási szükségletre gondolok, ők már személyi gondozásban, tehát ugye szakembere által ellátható tevékenységet kaphatnak tőlünk. Ez valamennyi változást érintettük, vagy azért lesznek még jó néhány? Lesznek, de ez már egyébként a 2017-es évre mondhatnám ezeket a dolgokat. Ugye, hogyha a jogszabályi változásokat nézzük, a házi segítségnyújtás rendszeréhez a kormányzat továbbra is hozzá fog nyúlni, de ez, én, hogyha jók az ismereteim, vagy az előzetes ismereteim, inkább így mondanám, akkor ez mindenféleképpen csak is az ellátottnak az érdekeit fogják szolgálni, amit én azt mondom, hogy dicsérendő példa. Mindemellett egyébként az intézményünkön belül ugye van is még jelenleg ugye szociális foglalkoztatás, ami pályázati úton történt, és ugye pályázati keretből volt ennek a foglalkoztatásnak a háttérbiztosítása. Ez a foglalkoztatás fog átalakulni, amely ugye későbbiekben majd ismételtem, ugye meg kell pályázni ennek a lehetőségét, de maga a szociális foglalkoztatási fogalom ugye el fog tűnni a törvényi rendelkezésből, helyette fejlesztő foglalkozás lesz. Mindemellett még talán ebben annyi könnyítés lesz a foglalkoztató intézmények részére, hogy nem csak a munkatörvénykönyv alapján lehet majd foglalkoztatni embereket, hanem a szociális törvénybe is be fogják ezt építeni. Pont annak érdekében, hogy az olyan pszichiátriai betegséggel küzdő ellátottak, akik mondjuk nem tudnak végigülni 6 órát, ennek tekintetében mondjuk rugalmas munkaidővel rendelkezzenek, ami azt jelenti, hogy akár 3 órá múlva megszakíthatja a munkaidejét, és későbbiekben visszajön le dolgozni azt. Egyébként, hogyha az intézményhez kapcsolódó távlatokat nézzük, ugye így, hogyha 2017 évre gondolunk, ugye Bagyinszky Zoltánné még korábban, de erről azt hiszem a Gyula TV is hírt adott, elindított egy Memória Café elnevezésű kezdeményezést, ahol ugye a szakemberek a demenciával élő ellátottjaikkal kapcsolatosan oszthatják meg ugye tapasztalataikat. Ezt szeretné az intézmény ennek a folytatását továbbra is segíteni, és ehhez kapcsolódóan a demens ellátás területén az intézmény koordinációjával szeretnénk csinálni egy demencia felmérés Gyulaváros településén belül, aminek tekintetében ugye idősügyi szakértőket is, mint például Szilágyiné Tóth Erzsébetet is, ugyanúgy Bagyinszky Zoltánnét is ugye felkérnénk ennek a segítésében, meg hozzá kapcsolódóan idősügyi szervezeteket. Továbbiakban is egyébként, hogyha az idős ellátást tekintjük, szeretnénk mennél több programot, mennél több lehetőséget nyújtani a hozzánk fordulók részére, hogy ugye nálunk az intézményben hasznosan töltessék el szabadidejüket, úgymond egy kis közösségeket kialakítani ugye telephelyenként. Mindemellett megkívánunk újabb rendezvényeket alapítani, gondolok itt például ilyenre, hogy februárra már tervezzük a gyulai idősek báját, például ugyebár a báli szezonra. Ami nekem nagy tervem, de még jelenleg a fedezetét még nem látjuk, vagy még nem találtuk meg ennek, ugye igazgatóasszonyunk beszélt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról.
Voltam most egy konferencián, ahol például már olyan készüléket mutattak be ugye a jelzőrendszeres készülékről. Ezt most előzetesen elmondom, ugye tudni kell erről a készülékről, hogy a hozzánk forduló ellátott, aki ebben a típusú házi segítségnyújtásban vesz részt, ugye egy pánik gomb jellegű készülék van kihelyezve az ő otthonában, amelyet egyébként ugye magával is vihet a nyakában viselve. Ez, hogyha bármi történik akár az éjszaka folyamán, és akkor fél órán belül a kollégáknak ki kell érnie hozzá, tehát ugyebár ez ad egy biztonságot mind az idős részére, mind pedig a család részére is, és én ezt saját családom tapasztalatából tudom mondani, hogy aki tudja, az vegye igénybe, vagy a jelzőrendszeres, vagy a sima házi segítségnyújtás, hogyha most az időskori biztonságra gondolunk. Ellenben a konferencián egy olyan készüléket mutattak be, ami már egy kis digitális karórához hasonló, ugye itt már a jövő technikája volt bemutatva, és ez a kis karóra nem csak pánik gombként funkcionál, hanem a pánik mellett ugye a központ riasztásával riasztja a családtagokat is, tehát hogy őket is utaléri egyetlen egy gombnyomással, és minden mellett a kis készülék, ez a kis karóra jellegű készülék, ez nyomon követi az aktivitását az ellátottnak, tehát visszamenőleg 10 nappal le lehet követni az aktivitását, és minden mellett ugyanúgy a szívritmusát, minden egyéb más. Tehát abban az esetben, hogyha riasztás van, a kiérkező szakmai kolléga abban a pillanatban az adatok letöltésével már kaphat egy bizonyos képet annak tekintetében, hogy milyen jellegű problémával áll szemben. És ugye ebből az egészből a legnagyobb terv viszont az lenne, hogyha ha valóban fedezetet találnánk hozzá, hogy a jelzőrendszeres készülékeket a tanyavilágba is kijuttatni. És ott az időseket. És egyébként mi a tapasztalat? Használják, szeretik, biztonságot ad? Igen, biztonságot ad. Mindig azt szoktuk mondani, hogy ha riasztás is van, akkor is, tehát lehet ez téves riasztás is, de inkább én azt mondom, hogy vonuljunk ki 10 téves riasztásra, mint egyre ne. Tehát nekem ez a mottom, és én ennek örülök is, hogy használják az idősek ezeket a készülékeket. Mármint aki ugye hozzá tud jutni a rendszeren belül, mert sok a sorban állás is. Hát ismét sok újdonságot megtudtunk a műsorban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak állandó vendégünknek és Kis Szabolcsnak is. És a következő műsor a ítéleti tevékenység a Gyulai Kis Térség Egységes Szociális Gyermekjóléti Intézményében, különös tekintettel a karácsonyi ünnepekre. Ott is lesz, miről beszéljük, azt gondolom. Köszönöm szépen. Önök az Évgyűrűk adását látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.